14 évvel ezelőtt női egyesben a világrangodista 101. helyéig teniszezte fel magát, tavaly párosban a 33. helyen állt, pályafutása során 721 ezer dollárt nyert volt negyed döntős olimpián Mandula Petrával, főtáblás minden Grand Slam tornán, párosban 14 év alatt pedig EB és VB győztes annak idején Vidács Rékával. Marosi Katalin a székely születésű teniszezőnő most visszavonul és Fehérváron alapít tenisziskolát. vele beszélgetünk karrieréről és terveiről, ő a vendégünk, jó reggelt kívánok, jó reggelt. És kezdjük ott, hogy hogy ez az egész visszavonulás, hát babát vársz, de mindettől függetlenül mikor formálódott meg, meg hogyan a fejedben, hogy akkor ennyi volt és be kell fejezni. Igazából ugye volt egy, volt egy hosszabb, viszonylag hosszabb kihagyásunk 2004-től majdnem 2008-ig, és, és, akkor úgy tértem vissza, hogy, hogy az volt a, a terv nagyjából, hogy még négy évet teniszezem, és akkor esetleg a londoni olimpiával bezárólag hagyom abba, csak közbe történt egy, egy kis szerencsétlen balesetem, elcsúsztam a jégen, és, és elég komoly válsérülést szereztem, amivel ugye kimaradt majdnem másfél év, de ennek, köszönhetően ismertem meg a, a férjemet, a, a a a kisbabánk, ugye az édesapját, úgyhogy abszolút nem bánom, hogy ez történt, de, te így egy picit úgy gondoltam, hogy akkor kitolódhat ez, a, ez az időszak, és gyakorlatilag tavaly évelején döntöttük azt el közösen, hogy akkor évvégén már, már megpróbálkozunk a, a, babával, is, és akkor gyakorlatilag addig játszom, ameddig ameddig össze nem jön. Mm -hmm. tehát akkor új élet, új élettel együtt, igaz? Így döntöttetek. Ha visszamegyünk a kezdetekre, ugye te egy gyergyói lány vagy eredetileg, és Eh, ott a teniszkarriered annak idején hogyan kezdődött, még az átköltözésetek előtt? Hát ugye öt és fél évesen kezdtem el teniszezni. Ugye kis kisvárosról van szó, de ugye elég nagy hangsúlyt fektetnek a sportra ebbe a városba. Gyakorlatilag minden sport így egy helyre összpontosult, és, és az születtem, apukám tornász volt, anyukám kosarazott, és hát korán rájöttek arra, hogy tornász az biztos, hogy nem lesz belőlem az alkatomból adódóan, és, és hát a tornaterem mellett apukám edzést tartott a tornateremben, és ott pont mellette voltak a teniszpályák, és akkor én is, meg a bátyám is, akkor gyakorlatilag így, 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 így kezdtünk így el. Igen, uh -huh. így, így kezdtünk el, és hát nagyon megszerettem, alig lehetett lehozni a pályáról, és, és, és hát egyre jobbnak bizonyultam, már ilyen kis versenyeket megnyertem, úgyhogy úgy, hát úgy tűnt, hogy van, van hozzá képességem, tehetségem. Fiatal játékosként ki volt a példaképed? Ez az egyik, és a másik az, hogy, hogy mai fejjel kitartasz a, a női tenisz számodra a legmérvadóbb játékosának. Hát Steffi Gráf volt a, a, az örök példaképem, őt szerettem így, így, így követni, és, és óriási élmény volt, hogy, hogy az első... Roland Garrosomon, amikor ugye 15 éves voltam, akkor, akkor, sikerült hogy egy pályán is lennem vele, mert pont utána volt a, az edzőpályánk, és, és ő még ugye nem fejezte be teljesen az edzését, ezért megkérte, hogy a szerváimhoz hagyáljon oda, hogy, hogy úgyhogy ez, ez, nagyon nagy élmény volt számomra. És, és hát megmondom őszintén, hogyha mai fejjel gondolkodva, szintén ugyanőtt Megmaradt. Megtenám. Igen. Megmaradt a kezdetek. Megmaradt, uh -huh. én, igen. Na most, ahogy ezt én is említettem, meg hát te is utaltál rá, hogy nagyon jól indult ez a karrier, és, és nagyon jól ment a játék, és ez a bizonyos, és mai napig büszke vagy rá, párosban EB és WB címeket szereztél. Azt mondd meg, hogy a magyar teniszezőnök nagy tehetséggel utána miért akadnak el egy szinten nálunk? Én ez egy elég központi kérdés, ez érdekes. Pont azt hiszem, hogy pont az, a, az az, időszak, amikor, amikor ugye ifjúságiból profivá kell válni, az egy nagyon kritikus időszak. Ott van az, hogy, hogy a legtöbbje elakad. Mert ott gyakorlatilag kinyílik egy teljesen más világ, ott, ott ugye egy olyan életformát kell fölvenni, ami nagyon-nagyon eltér egy átlag életformától, mert, mert addig, addig azért nagyjából, hiába addig is vannak azért utazások, ugyanúgy, meg, 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 elég nagy mennyiségű edzés, de attól a pillanattól kezdve viszont egy, egy nagyon nagy különbség van. Szóval ott, ott van az, hogy sokan úgy vannak vele, hogy ha ú, nem, de azért, azért az, azt azokat a barátságokat nem szívesen távolítanál, el, el, azért elmenne inkább bulizni, meg ugyanazt az életformát élni, mint a, az osztálytársai, barátai, és, és, szerintem ebből, ebből adódhat, ez lehet az egyik kérdése annak, hogy, hogy ott nagyon sokan így, így elakadnak. Mert nyilván neked erről kell gondolkodni majd, hogyha a következő, illetve a következő szakaszában egy tenisziskolát alapítasz, és utánpótlással akarsz foglalkozni, hogy ez egy döntő kérdés lesz. Te magad is átélted ezeket, amiről most az előmeséltél? Ilyen dilemmákat? Én megmondom őszintén, nekem, nekem nem nagyon volt, volt ez probléma, szóval én nekem nagyon korán, ilyen 14-15 évesen már úgy, úgy, tiszta volt, és gyakorlatilag csak, csak ez létezett. Az akarsz az, akarsz igen. Uh -huh. igen de, de, látom így körülöttem, meg látom a, a, a mai tínédzsereken és a mai, mai korosztályos játékosokon, hogy, hogy ez, ez, azért elég fontos tényező. És megmondom őszintén, hogy, hogy pont ez az a dolog, amit, amit az egyik legnagyobb kihívásomnak érzem, meg érzek, mert egyébként sportpszichológiával is szeretnék foglalkozni, tanultam is, és, és azt be szeretném fejezni az egyetemet, amit elkezdtem, és, és pont azért, mert mert úgy gondolom, hogy, hogy főleg mentális pszichológiai kérdések azok azok, amik, amik miatt esetleg lemaradunk olyan országok mögött, hogy, 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 hogy lehet, hogy ebből a gyerekből simán lehet mondjuk top 20-as teniszező, igen. aztán mondjuk ott lesz a 100 körül, vagy 150-nél, és akkor elkezdünk kérdezni, miért? Pedig igen. benne volt a lehetőség. Akkor azt mondta, hogy ez egy ilyen mentális gát elsősorban. Én úgy gondolom, hogy igen. Igen, meg azért, azért nem felejtetjük el azt is, hogy, hogy azért, azért infrastruktúrális kérdések is vannak. Szóval nyilván látunk, látunk csodálatos példákat azáltal, hogy megismerhettük több országnak a, a, szerkezetét, az, hogy hogy működnek a dolgok, hogy építenek föl egy, egy utánpótlást, hogyan zajlik Kati nekik a kitől támogatása. A, a környező országok közül. Én úgy gondolom, hogy a franciáknak van egy nagyon jó, nagyon jó példájuk, amit, amit, lehetne követni, és ugye ők azért nincsenek, nincsenek annyira, mert hogy példák, példák, azok vannak. És most megmondom őszintén, hogy, a, hogy tetszik a, a, jelenlegi szövetségnek a, a hozzáállása és, a, és az ötletei. Úgyhogy hát nagyon bízom benne, hogy ezekből sikerül majd tényleg gyakorlatban is megvalósítani dolgot. Már elindultak kezdeményezések, és, és, már történtek lépések is ebbe az irányba, úgyhogy szerintem, szerintem jó úton halad, és, és hogyha ez így folytatódik, akkor, akkor lehetnek lehetnek pozitív eredmények mindjárt beszélünk a fejérvári ötleteidről de még a versenyzői pályafutásodra visszatérve te teniszezőként a, a mit tartottál és mit tartasz a, a fő erényednek a tudásodban a repertoárodban? No kitartásom az az, a, az az egyik az egyik erényem az hogy mert szerintem ez 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 nagyon fontos hogy mert egy, egy pályafutása során lesz rengeteg még lesz rengeteg akadály, és az, hogy, hogy ezekből, ezekből fölemelkedni, ezeken túlkerekedni, és, és újrakezdeni, és nem föladni, szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, és ez, ezt úgy érzem, hogy ez meg volt bennem. Mondhatjuk azt, hogy te kifejezetten páros specialista voltál? ez már nagyon korán megnyilvánult az, hogy, hogy tényleg párosban jobb eredményeim voltak, és ez szerintem ugye az évek folyamán csak fokozódott, mert, mert valahogy mindig ahogy így visszatekintettem a pályafutásomra, végig jobb eredményeim voltak párosban. Ez hogy azt jelenti, hogy van olyan teniszező, aki inkább párosra termet. Tudom, hogy vannak, vannak, készségek, vannak adottságok, amik segítik mindenképpen a, a, páros játékot, és van, akiben ez igen természetből adódóan megvan, van, akiben nincs, és, és, és lehet, hogy azt akármennyire is gyakorolja és, és próbálja, az, azt az nem, tudja, nem tudja kialakítani. Ha nagyon szigorú és őszinte vagy magaddal, akkor te a benned lévő képességeket és lehetőségeket, minden megsérüléseket, egyéb dolgokat figyelmével hány százalékot hoztál ki magadból? a karrieredbe? Ez, ez egy érdekes kérdés. Szerintem ez, 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 úgy mindig megmarad bennem, hogy szerintem mindig lehetne jobb. Uh -huh. Mindig lehetne jobb, de úgy összességében most így a visszatérésem után. Szóval 2004-ben, amikor abba hagytam, akkor, akkor, éreztem, hogy, hogy az úgy, úgy, nem volt teljes a karrierem. Most már úgy érzem, hogy teljes a karrierem, de szerintem ez az érzés ez mindig bennem marad, hogy, hogy lehetett volna jobb, persze mindig lehet jobb. A végére értünk, még annyit mondjál meg, tehát Fehérváron az önkormányzattal összefogva és karöltve mikortól indultak? Én nagyon bízom benne, hogy már idén sikerül, sikerül valamit elindítani. Pozitívak nagyon a visszajelzések, és úgy érzem, hogy, 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 hogy támogatást kapok a, a város részéről, úgyhogy hát bízom benne, hogy a, a babánk születése után pár hónapra rá már már Születik elindult, a tenisziskola hát is, igen. igen. Hát akkor mindenesetre akkor egyébként a babához sok sikert, és aztán a, majd a munkához is. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm a szépen a meghívást.